Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm is a kedves hallgatóságot, kolléganőket, kollégákat, diákságot, mindenkit, és próbálok mindig csatlakozni az előadó témájához. Hát azt hiszem, ez most ezzel az előadással könnyű is, meg nehéz is. Hát majd kiderül. Gyakorlatilag mi is csak arról lenne szó igazából, hogy honnan indulhatott ez az legókémia? Azaz honnan indulhatott az, hogy pici részekből összeszerelgetni valamit, és úgy gondolom, hogy ezt mindenki tudja, nem kell sokat ragozni, hogy ez tulajdonképpen már az atomistáktól, már a görög filozófusoktól elindul, de ez nagyon sokáig hipotézis volt, és hiába hitat nagy Newton és Boyle abba, hogy részecskék vannak. Igazából a bizonyíték először Dalton korában születik meg, és egy olyan törvény, ami nem közkedvelt a diákság, sőt a tanárok birtokában sem, pontosabban a tankönyvírók birodalmában, hiszen a többszörös súlyviszonyok törvényét valahogy nem akarják változatlanul tanítani az iskolákban, vagy legalábbis nagyon kevés helyen, csak felvilágosult kémiatanárok szokták tanítani, aminek az a lényege, hogy az állandónak nevezett súlyviszonyok törvényével, amit Proust fedezett föl, szemben a Dalton-féle többszörös súlyviszonyok törvénye más arányokat vizsgál. A Proust törvény azt mondja, hogy az alkotók aránya micsoda, így alakult ki, hogy mi az, hogy vegyület. A többszörös súlyviszonyok törvénye egészen más csinál. A két elem egymással többféle arányban vegyül, rögtön kiderül, hogy csak azt az elemet vizsgálja, annak az elemnek a tömegarányát vizsgálja, amelyik változik. De majd rögtön odaérünk, mivel az volt a feladatom, hogy kísérleteket csináljunk, ezért néhány példát csináljunk arra, hogy többszörös súlyviszonyban, azaz különböző arányban vegyülhet, például oxigén és hidrogén egymással. Sajnálom, nagyon egyszerűek a kísérletek, de tanulságosak, tehát a kollégák azok mind ismerik, bocsánat, a hallgatóság, diákság elképzelhető, hogy tanulhat belőle. Ha káliumpermanganátot, kristályokat vízbe szórunk, semmi izgalmas dolog nem történik azon kívül, hogy gyönyörű színt kapunk, a káliumpermanganát föloldódik, hidratáció, stb. Stb. Tehát kapunk egy káliumpermanganát oldatot. Igazából nem nagyon tudja a diákság, vagy legalábbis az egyetemisták, nem érzik a lényeget, hogy most H2O vagy H2O2, hát most most azt, hogy egyel több vagy kevesebb, teljesen mindegy, hát nézzük meg, hogy mi a különbség, hogyan viselkedik az egyik és a másik. Tömény hidrogénperoxidot söpök, tettem egy keveset ebbe a nagyobb lombikba. Nem akarok olyan tömény oldatot gyártani, egészen biztos, hogy a színe fog látszani most is, ilyen kevéssel. Hoppá! Itt nem oldat készült, amint tetszenek látni, hanem egészen más történt, egy redoxíró reakció játszódik le, oxigén szabadul föl, ráadásul a hőmérséklet rendkívül megnőtt. Azaz azt akarja mondani, hogy ez az icipici változás, hogy H2O vagy H2O2, ez az plusz oxigén, egy félelmetesen veszélyes vegyületet csinált belőle, ami azt jelenti, hogy nagyon fontos az arány és két különböző. Jöjjön a szén. Hát a szén esetében mindenki emlékszik rá, hogy a széndioxid nem éghető, és nem táplálja az égést, hogy ne veszítsünk sok időt, száraz jeget már korábban beraktam a főzőpohárba, majd rögtön visszatérünk rá. Ugyanakkor a másik anyagunk, ami nagyon fontos lesz, a másik anyagunk a szénmonoxid, amit hangyasav, tömény hangyasav és tömény kénsav reakciójával állítunk elő. A reakció érdekessége, nem tudom eleget hangsúlyozni az előadások során, hogy szobahőmérsékleten bomlik a hangyasav. Elképesztő. Hát hogy lehet, hogy szobahőmérsékleten egy kémiai reakció beindul? Nincs idő kielemezni, de azt lehet látni, hogy a fejlődő gáz, éghető a széndioxiddal szemben. Tehát az az egy oxigén, a vegyülési arány egészen más tulajdonságokat hoz, és hogy ez igazából érezhető legyen, most jöhet az utolsó a szénnel kapcsolatos kísérletek zömében, az, hogy azt beszéltük az előbb is, mutattam, hogy a széndioxid nem éghető, nem táplálja az égést újra, kivéve, ilyenkor mindig micimackó jut eszembe, ahol tigris mondja folyamatosan, hogy kivéve, mint tigrisek mindent szeretnek, kivéve, hát itt is arról van szó, hogy kivéve, ha nem találkozik egy olyan fémmel, aminek a képződéshője nagyobb, mint a széndioxid képződéshője, és jelen esetben
a magnézium az így viselkedik. A száraz ég felszínén mínusz 70 fokos hőmérséklet felszínén a szublimáló széndioxid reagál az égő magnéziummal, és gyakorlatilag, akit majd érdekel, meg tudja nézni, hogy a száraz ég felületén apró, pici, fekete pettyecskék jelennek meg, tehát valóban a magnézium redukálta a széndioxidot, és reakcióba lépett. És akkor az utolsó lenne, még a kénre is tudunk ilyen egyszerű kísérletet mutatni. Kénpor és salétrom keverékét hevítem, és a hevítés hatására előbb-utóbb mindenki sejti, hogy a molekularácsos kén elkezd bomlani, az elszíneződés már mutatja, hogy degradálódnak a kristályok, előbb-utóbb majd valamiféle kéngőzők is távoznak, de előbb-utóbb a kálium nitrát is bomlik, és oxigén fejlődik, és onnantól kezdve, hogy oxigén fejlődik, a jelenség önfenntartóvá válik, és már nem kéngőzők távoznak, hanem valamiféle oxidációs termékek. Most úgy nagyjából mindenki sejt, hogy a kén oxidáció során egyrészt keletkezik kén-dioxid, de az gáz. Itt pedig azt látjuk, hogy fényszóró részecskék, szilárd részecskék is megjelennek. Ez nem lehet más, mint kén-trioxid. Tehát ezen a hőmérsékleten lényegesen több kén-trioxid képződik, mint amikor a kénszalagot égetjük, akkor is füstöl egy kicsit, de itt most sokkal több kén-trioxid képződik. Egy picit még várnék, hogy a levegőben azért ezek a gázok ne nagyon távozzanak. Pontosabban, ha az ormányát betesszük a homokba, akkor talán nem zavar bennünket különösebben. És meg tudjuk nézni, hogy itt valóban olyan anyagok képződtek, amik a vízzel savas kémhatást hoznak létre. Hát kicsit többet kéne adni, de nem a lúgos cseppentővel, hanem a normál cseppentővel, és akkor sokkal jobban látszik a savas kémhatás, tehát sikerült igazolni, hogy a többszörös súlyviszonyok törvényeiben értelmében több elem egymással többféle arányba is tud vegyülni, és ennek óriási jelentősége volt. Egy icipicit azért a hallgatóság, a diákság kedvéért egy picit belenéznénk, mert a lényeg azt akarja mondani, hogy a változó mennyiségű elem tömegarányával foglalkozik, és erre a tömegarányra egyszerű egész számokat állapított meg Dalton. Zseniális. Na most ezt a szöveget, ami az eredeti szöveg, nehézkes, hogyha két elem egymással többféle arányban is vegyül, akkor az egyik ugyanakkor a mennyiségéhez a másiknak annyi mennyiségei kapcsolódnak, melyek tömegarányát egyszerű egész számok fejezik ki. Nehézkes szöveg, nehéz megjegyezni. Ezért az a tapasztalatom, hogy egy magyarázat és egy matematikai módszer egy picit közelebb viszi a társasághoz a lényeget. Hát, hogyha ónt különböző körülmények között égetünk el, akkor különböző mennyiségű növekménnyel, különböző mennyiségű, mivel más nem kapcsoló oxidáció játszódik le, csak oxigén kapcsolódhat, és nem kell különösebb matematikai vonzalom vagy matematikai tehetség ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy a két szám egymásnak többszöröse, éppen kétszerese, tehát valóban egy a kettő arányra lehet állítani. Tehát ez pedig azt mondta Daltonnak, vagy nekünk is, hogy egyszer több, másszor kevesebb oxigén kapcsolódik ugyanannyi ónhoz. Hát akkor ebből az is ott van, hogy köztes érték nem fordulhat elő. Vagy csak ez az érték, vagy csak ez az érték az egy gramhoz. És hogyha ezt mi szeretnénk grafikusan ábrázolni, akkor ez az arány matematikai nyelven függvényé változik, és az egyik esetben ez az arány adja az egyik oxid, a másik egyenes adja a másik oxid lehetőségét, köztes lehetőségek nincsenek, csak az a két különböző meredekségű egyenes, és hogyha ezt azonos mennyiségű onnál eltetszenek metszeni, akkor ezek a tömegek aránya, gyakorlatilag az oxigén tömegarányára vonatkozóan egyszerű egész számokat adnak. És Dalton erre azt mondta, hogy elképzelhető, hogy az oxigén parányi tömegdarabkák formájában kapcsolódik az ónhoz, de hát akkor világos, hogy a minden anyagnak egységesen kell viselkedni, akkor az ónnak is tömegdarabkákból kell állni, és akkor ez nem lehet más, mint az, hogy delegókémia. Darab-darabban reagál. Nem a tömege az érdekes, hogy mekkora tömegű az ón és mekkora tömegű az oxigén, hanem hogy egy darab ón atomhoz
Egy darab oxigénatom, vagy egy darab atomhoz két darab oxigénatom kapcsolódik, ezért Dalton azt mondta, hogy az atom szükségszerűen létezik, a többszörös hűviszonyok törvényéből kipottyan az atom szükségszerű léte. Mehetünk tovább, és ennek van egy újabb kori megfogalmazása, zseniális, egészen máskorhoz tartozik, Cannizzaro tulajdonképpen Avogadro munkásságát szerette volna újrafényezni, de megerősítette Daltont, és azt mondta, hogy Cannizzaro elv az atomok törvényére vonatkozik, ugyanannak az elemnek a különböző molekulákban foglalt különböző mennyiségei, egy és ugyanazon mennyiség egész számú többszörösei, ami mivel mindig egész szám, jobban nevezhetjük atomnak. Hát kicsit később Daltonhoz, de újra fogalmazza, és tulajdonképpen ez is az atom megjelenésének fogalmazását hozza. És miközben a kémikusok, fizikusok egy része vitatkozik, meg a filozófusok egy része vitatkozik azon, hogy van-e atom vagy nincs, Kekülé, meg a fizikusok másik része, a statisztikus mechanikával foglalkozó Boltzmann és Maxwell és Boltzmann alkalmazza a molekulák fogalmát, meg az atomok fogalmát, és tessék megnézni, Kekülé ecetsavat legózva rak össze. A négy gömböcske négy vegyértéket akar ábrázolni, a szén négy vegyértékű ábráit, és akkor azt mondja, hogy ehhez a szénhez három egy vegyértékű hidrogén kapcsolódik, ehhez a szénhez két vegyértékű, vagy két csapocskás oxigén, és ez az oxigén hoppon maradna, mert már szén nem jut neki, ezért hidrogénnek kell kapcsolódni, és az az izgalmas játék következik be, ami a számoló rudacskák esetében is, hogy ugyanannyi hosszúságot különböző hosszúságú rudacskákból tudunk összerakni, vagy ha legóban tetszenek gondolkodni, akkor a legóban ugyanez van, hogy a legóban ezek a csapok azért vannak, hogy egymásra illeszthessük. De normális körülmények között pont azért, mert csapok vannak és meg darabok, ezért ez számrudacskáknak is megfeleltethető, és simán meg tudjuk nézni, hogy ehhez a 2-4-6 csaposhoz nem illeszkedik a 4 csapos, mert világos, mindenki tudja matematikából, hogy a 6 több, mint a 4. Megpróbáljuk kiegészíteni, de akkor meg a sárga lóg túl, tehát megint nem jó, megpróbáljuk kiegészíteni a pirossal, akkor meg a piros lóg túl. Na végre, próbálkozással sikerült eljutni ahhoz az egyszerű matematikai fogalomhoz, hogy közös többszörös. És ez a kémia. Eddig csak számoló rúd, hogy ugyanakkor a hosszúságot állítunk elő különböző hosszúságú rudakból, de hogyha ezt így csináljuk, akkor ez a kémia, és vegyértékké válnak a gömböcskék, és azt mondjuk vele, hogy a LEGO játék lényege tulajdonképpen az, hogy a vegyértékek határozzák meg a LEGO elemek parányi kapcsolódási lehetőségeit, és akkor ez azt jelenti, hogy a csúcsok, vagy nem tudom, fogak, vagy minek nevezzem, és a mélyedések azok szépen összeillenek. Hát ezt mondtam el az előbb. Házat azért illik úgy építeni, hogy a különböző hosszúságú elemek mégiscsak a ház párhuzamos oldalait állítják elő. Atomi LEGO építészet akkor ezek szerint az egész világ, de hát ezt mindenki sejti, és akkor ebből nagyon sokféleképpen lehet. Hát párhuzamot vonhatunk az igazi építészettel, tessék meggondolni, és a megalitok korában, vagy a gyermekjátékok ősi korában az építőkockák esetében csak a tapadás tartotta össze a különböző elemeket. Jó, világos, hogy itt egy nagy tömeg kellett, itt meg pici tömegek, de nincsenek csapok, tehát ezek nem LEGO elemek még, másodlagos kötőerők, elektrostatikus kötőerők hozzák ezeket létre, és a kémiában valami nagyon hasonló dolog játszódik le minden olyan esetben, amikor ionrácsos vegyületek képződnek. Megpróbálom az asztalon reprodukálni a kísérletet, vagy a jelenséget. Talán akik értenek hozzá, azok tudják, hogy mi következik, a nátrium és a klór reakciója következhet. Ez egy icipici előkészületre szükség van. Mostanában bajlódok a nátriummal, ezért elnézést a sikeresség érdekében részleges tisztítást most a helyszínen vagyok kénytelen elvégezni, hogy lehetőleg minél szebb legyen a kísérlet. Ez egy pici időt vesz igénybe, de megbocsátható talán. Tehát egy kis darab nátriumot kiveszünk, és kivételesen most körbe is vagdosom, mert reményeim szerint akkor szebb lesz a kísérlet, és akkor a tanulság nem az építészethez tartozik, hogy a levágott pici részecskék
azok alkoholba kerülnek, és az alkoholból hidrogén fejlődés következtében só képződik. A legfontosabb helyeket levagdosom, amiket tudom, hogy régiek voltak, és most már abban bízom, hogy ez a felület alkalmas lesz arra, hogy a reakció mehessen, nem akarom húzni tovább az időt. Egy kiukasztott kémcső lesz a reaktorunk, a klórt hasznosítjuk, és akkor egy pillanat. A modern kémcsövek nem arra készültek, hogy bátran kísérletezzünk velük. 10 évig teljesen normális kémcsövekkel tudtam dolgozni, néhány éve ennek az időszaknak vége, és a biztonság kedvéért idehozzuk a homokfürdőt, és jöhet a klór. A nátrium szép lassan megolvad, és maga a reakció rendkívül izgalmas, hiszen tessék meggondolni, ahhoz, hogy a reakció lejátszódhasson, az nem csak megolvadásra van szükség, hanem egészen addig kell hevítenünk a nátriumot, amíg már a levegő oxigénjével nem jelenik meg az a sárga jellemző szín, ami a lángfestés színe egyúttal, és amikor ez bekövetkezik, ajaj, a dugó nem jön ki, jött, akkor betehetjük a nátriumot a klórba, és most már a nátrium és a klór reakcióját lehet látni. Most azért itt nagy valószínűséggel be kell, hogy párologjon a nátrium ahhoz, hogy ez a folyamat mehessen. A párologás során viszont akkor nátrium atomok keletkeztetnék a gáztérben, tehát nátrium gőz lehet, és a nátrium gőzben ott az elektronok egy párosítatlan elektronja van minden a nátrium atomnak, ezért nagy kérdés, hogy ez a reakció gyökös típusú reakció vagy nem. Mindegy, a lényeg az, hogy azonnal össze kell, hogy szerelődjenek az ionok nátrium-klorid minikristályokká, hiszen az összes többi energiaváltozása, az ionizációs energiát, az elektronaffinitás, stb. Nem fedezi a reakciót, csak a Rács energia fedezi a reakció végbemehetőségét, ezért gyakorlatilag azonnal nanokristályoknak vagy mikrokristályoknak kell képződni, és ott elektrostatikus erők tartják össze az ionokat. Aztán, hogyha tovább folytatjuk az építészettel kapcsolatos jeleneteket, akkor mindenki tudja, hogy azon a helyen, ahol nem voltak megalitok, vagy nem tudtak odaszállítani megalitokat, jött a következő korszak, ahonnan a téglából kellett építkezni. Hogy ez szárított agyagtégla volt, vagy már kiégetett tégla, teljesen mindegy, kellett kötőanyag, és akkor azt mondjuk, hogy a kémiában ez megvan, hiszen tessék meg odafigyelni, hát én már hoztam a példát, de sokkal izgalmasabb azt mondani, hogy két proton tégla között az kötő elektronpára, malter, ami összeköti mondjuk a hidrogén molekulát, a kovalens kötést. És még ez sem legó. Legó olyan értelemben, hogy mégiscsak atomokat szerelünk össze, de nem jelenik meg a csap, meg az üres hely. Van-e a kémiának olyan kötéstípusa, ami félelmetesen analógia, hasonlít a legóhoz, hogy a valaminek illeszkedni kell, hát itt van, valaminek illeszkedni kell hozzá, mert azért találta ki a legó, gondolom a csapokat, mert az építőkocka könnyen fölborult, széthult. De ha vannak ezek a segítő elemek, amik csapok meg üres helyek, akkor a súrlódás jobban összetartja ezeket a részecskéket, biztonságosabban tud a gyerek építkezni, és nem dől össze. Hát a kémiában valami nagyon hasonló ugyanígy előfordul. Itt lett volna az egyik kérdés, hát mivel van két póló, ezért az egyik pólót felajánlhatjuk, hogy aki esetleg megválaszolná, hogy a kémiában melyik típus lehet, melyik kötéstípus lehet az, ami legközelebb áll a LEGO elvhez. Felnőttek nem válaszolhatnak, csak a diákság. Lehet bátran. Nem igaz, hogy nincs ötlet, csak nagyon bátortalan a társaság. 1, 2, senki többet harmadszor, akkor mindenki nagyjából tudja. Tessék meg, a Stonehenge esetében is, az már egy izgalmas építészet volt, mert hogyha megtettenek nézni, ott van, kinagyítottam, az egy csapocska. Tehát a Stonehenge építészet ott már egy kicsit odafigyeltek arra, hogy az illesztéseknél legyen egy pici akadály.
mégis leesett, minden látszik most éppen, hogy ott egy csapocska van. De a lényeg az, hogy a Lego fantasztikus műanyagot gyártott. Tessék meggondolni. Rengeteg Lego utánzat van, de lehet tudni, hogy ami Lego utánzat, az kemény műanyag, az nem illeszkedik olyan jól. Az igazi Lego műanyag, az baromi, bocsánat, nagyon jól illeszkedik, mert rugalmasabb a műanyag, és ez a rugalmas, meg ez a szorítás együtt olyan tapadáserőt biztosít, amiben a rugalmasság is benne van, jobban összefeszülnek az elemek. Tehát ez a típusú műanyag, meg ez a típusú műanyag ég és föld. De lényeg a következő, hogy ez a játék, tessék szeretni végig gondolni, semmi más, mint a datív kötés. Mert az egyik részecskének nincs elektronpárja, a másik részecskének van elektronpárja, ez elektronpárt tud befogadni, és hogyha most ezt síkban tetszenek nézni, akkor ez a 2D-s Legónak, a puzzle-nak a játéka tulajdonképpen, és hogyha kívánja a társaság, akkor ezt a természetben meg is nézhetjük, hiszen, vagy a valóságban, hiszen nagyon egyszerű a jelenet, semmi más nem kell hozzá, mint egy olyan anyag, ami egészen biztos, hogy hidrogén ionokat majd fogadni, és kell egy olyan anyag, ami meg hidrid ionokat tartalmaz, ez a káciumhidrid, és hogyha kiveszünk egy ilyen szép nagy káciumhidrid darabkát, azonnal gáz fejlődik, és be tudjuk mutatni, hogy a gázfejlődés során egy olyan gáz fejlődik, ami vízből meg hidridből nem lehet ez a gáz, még éghető, nem lehet más, mint hidrogén, és akkor gyakorlatilag mégiscsak valami olyasmi dolog történt, hogy ez a nem kötő elektronpár be tud ülni abba az elektron hiányos helyre, tehát az elektron abszektor és az elektronpár donor datív kötést tud létrehozni. És abban a pillanatban hidrogén molekulához jutunk. Hát a játék az egyébként zseniális, hiszen tessék meggondolni. A folyamat úgy indul el, hogy a proton elkezdi polarizálni ennek a hidridionnak az elektronfelhőjét, mivel ez fölkínálja, hogy elektronpár először megtévesztésképpen úgy tűnik, mintha savbázis reakció indulna el. Hát a nem kötő elektronpár és a proton szeretne datív kötést alkotni egy nem kötő elektronpárral. Csak hogy a polarizáció után ez a nem kötő elektronpár szimmetrikusan helyezkedik el a két centrum között, mert az elektronpár delokalizációs hajlama két centrumra terjed szét, és ennek megfelelően abban a pillanatban a mínusz egyes plusz egyes oxidációs számú állapotból elemi hidrogén keletkezik, és a savbázis reakciónak induló folyamat redoxi reakcióvá fajul. De a lényeg számunkra a puzzle játék, hogy nem datív kötés ezt a játékot csinálja. És akkor innen eljutottunk tulajdonképpen a reakciótípusokhoz, hiszen tessék meggondolni. Ha datív kötést nézzük, és azt nézzük, hogy elektronpár akceptorokat keresünk, akkor az egyik terület a savbázis reakciók, azon belül is a Brønsted játék, ahol azt mondjuk, hogy protolitikus folyamatok, a protonok vándorolnak jobbról balra. Ehhez a következő egyszerű jelenetet próbáltam hozni, hogy hát ha talán élvezetes a társaság számára. Lugosított vízhez univerzál indikátort rakok, és mivel fel tudom tételezni, hogy a hallgatóság egy része, ez egy kicsit tömény lett, a hallgatóság része annyira szereti a kémiát, nem biztos, hogy igaz, de hát ha annyira szereti a kémiát, hogy akár otthon is szeretne játszani, akkor univerzál indikátor otthon nincs. De vörös káposzta levet bárki tud készíteni, és a vörös káposzta lével gyönyörű jelenséget lehet nézni, és mindenki meg tudja figyelni, hogy ha száraz jeget rakunk, és akkor most egymás után csináljuk, hogy meg lehessen figyelni, ha száraz jeget rakunk az univerzál indikátoros rendszerbe, a keverék indikátorok következtében a datív kötésbe következik, a protonok átmennek a bázikus molekulákra, és ez azt jelenti, a hidroxidionra, és ez azt jelenti, hogy szép lassan elkezd semlegesítődni, sőt, előbb-utóbb a szénsav elkezdi protonálni a vizet, és átmegyünk a lugosból a savas kémhatásba. Ugyanezt történik természetesen a másik esetben is, csak itt most megvártuk, hogy hát most már savas, meg kell néznünk, hogy vajon ugyanilyen szép színjátékot látunk a káposztali esetében is. Hát elindulunk lugos közegben a zöldből, és tessék szesteni figyelni.
fantasztikus játék, hogy szép lassan elkezd méregzöldé válni, kékül, és amikor majd savas lesz, akkor visszanyeri a vörös káposzta vörös színét. Még egy picit, na kezd, majd ott van. És ez azt jelenti, hogy a vörös káposztával ugyanezt a gyönyörű játékot lehet végigjátszani. Megálltunk, tehát az volt a lényeg, hogy az egyik lehetőség a sabbázi folyadék, a másik lehetőség viszont tessék végig gondolni. Zseniális dolog, hogy nem csak a hidrogénion tud elektronpár akceptor lenni, azaz nem csak ő kínál föl lyukat, hanem a fémionok is fel tudnak kínálni üres héjakon lyukakat, datív kötésre, tehát legót tudnak játszani. Ezeket Lewis savaknak nevezte el ugyanúgy, és kiterjesztette a savbázis elméletet a komplex képződési folyamatokra is, rögtön csinálunk belőle, és akkor azt lehet mondani, hogy a datív kötéshez kell az elektronpár donor, a savbázis reakcióban ezeket bázisoknak hívjuk, a komplex képzésnél pedig ligandumoknak. És attól függően, hogy ligandumok, ahogy a legóban van, egy csapos, két csapos, három, öt, tíz, stb. Csapos, hát a ligandumokban is van egy fogú, meg van több fogú, és ennek megfelelően különböző komplex képzési játékokat tudunk játszani. A legprimitívebb az egyfogú ligandum, mint például az ammónia molekula, és ahhoz, hogy ehhez nem a megszokott reakciót csináljuk, és a datív kötés kialakulása ugyanakkor lehetőség legyen, ott legyen, a következő egyszerű kísérletet szántam hozni. Változatlan a rézionok és az ammónia kölcsönhatását csináljuk, de egy picit másképpen, mint szoktuk, vagy mint szokás, pillanat. Csinálunk egy viszonylag híg rézszulfát oldatot, még teszünk hozzá, hogy azért a kék szín látható legyen. És akkor innentől kezdve, hát ez egy picit el akar romlani, kell egy pici sav hozzá, mert ez így nem az igazi. Oké, föltisztult, kék, és az ammónia következik. Talán mindenki sejt, hogy az ammónia szökőkút kísérlet fog következő pillanatokban láthatóvá válni, reményeim szerint. Annyi különbséggel, hogy itt azonnal beindul az ammónia oldódása, beindul a komplex képződési folyamat, hiszen ott van a sötétkék, és ugyanakkor azt is lehet látni, hogy már nincs annyi ammónia, hogy mindenütt komplex képződjön, valahol hidroxidnak is kéne képződni, valahol itt a nyakában elkezd hidroxid képződni, részhidroxid, mert nincs már annyi ammónia, de a lugos kémhatás még érvényesül, és gyakorlatilag lejátszódott egyszerre a savbázis reakció is, meg a komplex képződési reakció is. A legprimitívebbel az egyfogú ligandummal. Menjünk a következőre. Van nekünk többfogú ligandumunk is természetesen. Hát ezt középiskolában nem valószínű, hogy a hallgatóság ismeri, de azért nem baj, ha tudnak róla. Egy zseniális molekula, az etilén-diamin tetraecetsavnak nevezett molekula, ami sokfogú, egyszerűen hat foga van, tehát már sárkány gyakorlatilag. És akkor nézzük a következőt. Egyszerű csapvíz. Ebbe a csapvízbe beleteszek egy másik, nem tudom megmondani, hogy hány ligandummal rendelkező indikátort, ami az eriokrom fekete T-nek nevezett indikátor. És ennek az indikátornak az az izgalmassága, hogy a kálcium ionokat, meg a magnézium ionokat ibolya, vagy ciklámen színnel érzékelteti. Mondom, ciklámen színnel érzékelteti. Valami nem működik. Mert a ligandum nem tud kötni a fémionnal. Segítsünk neki, mert ez még egy kicsi, még a protonok rajta vannak, de hogyha adunk hozzá egy kevéske puffert, ami lugosítja a közeget, és az etilén tetraecetsav diszociált állapotba kerül, anionként van jelen, abban a pillanatban komplex képződő hajlama lesz, és abban a pillanatban jelzi színével, hogy itt most a kálcium ionokat megkötötte. Ja, az eriokrom fekete T megkötötte. Most jön a vetélkedés,
bocsánat, most jön a lúgos közegben, ez az etilén diaminra is igaz lett volna, de az eriokrómra is igaz. Én most csak ilyen konyha módszerrel adogatok egy picit. Tessék szeresen nézni, hogy a etta adogatásával most már a közeg lúgos. Elkezd vetélkedni egymással, és most már itt arról szól, hogy mind a kettőnek az a lényege, hogy valahány foggal küzd a kálciumionokért, de az eriokróm fekete előbb-utóbb föladja. Mert a hat fogú sárkány győzedelmeskedik az eriokróm feketetén, és gyakorlatilag most már az ette viszi komplexbe az összes kálciumiont, és hoppon maradtak az eriokróm fekete molekulái. Természetes, hogyha ezt egy kicsit hígítjuk, akkor abban a pillanatban megjelenik újra a megfelelő szín, tehát a komplex képződési játék oda-vissza megy. Tehát az mondani való igazából csak annyi lett volna a különböző komplex képződési folyamatokkal is, hogy ez igazi LEGO játék, most valóban csapok és zsebhelyek próbálnak egymással kapcsolódni. Talán nem kell nagyon mondani, hogy ennek az igazi jelentősége az élővilágban van. Hát egyrészt a mi szervezetünkben a hemoglobin esetében, vagy a növények esetében a klorofil képződése, vagy a B-vitamin esetében a kobalt komplexek, de inkább ugorjunk, és egy zseniális komplexet szeretnék mutatni. Elvileg tananyag a középiskolákban. A nitrogén megkötő baktériumok esetében van egy nitrogenáz enzim, és ennek van egy reakciócentruma. Ebben a reakciócentrumban mindenféle atomok szerepelnek. Vasatomok, acénatomok, molibdén, stb. Pontosabban ott ion. És egy dologra fölhívnám a figyelmet. Valahogy ez a szén, ez nagyon szabálytalan. Azt tanuljuk a szénről, hogy 4 vegyértékű, és itt valami nagyon sokféle koordinációs kapcsolatot tud létrehozni. Ez az izgalmassága ennek az enzim részletnek, ami felelős azért, hogy egy elektronokkal sikerül a nitrogént redukcióra bírni, és szép lassan ammóniává alakítani. A további LEGO játék, hát a LEGO is rájött. Én nem tudom megmondani, hogy a legósok azok tanultak-e szerves kémiát, vagy nem, mert szerves kémia hamarabb volt, mint LEGO. Ezért nekem az a véleményem, hogy a legósok nagyon jól értenek a szerves kémiához, és tudják azt, hogy a szénvázhoz a legkülönbözőbb funkciós csoportokat lehet csatlakoztatni, és ebben a pillanatban az az izgalmas dolog jön, hogy ugyanabból a játékból én a legkülönbözőbb játékokat tudom létrehozni. Szerintem nem kell sokáig az összes kipróbálnom, mindenki érti. Tehát azt jelenti, hogy funkciós csoportokat. Szénváz, funkciós csoport, és ez is a legújabb. Hát az előző eladás ugyanez volt. Semmi jöhet nem mondok, csak megpróbálom megerősíteni, hogy ez a legóépítészet a szerves kémiában ott van, és mennyire fontos. Én tudom, hogy a gyógyszeripar és a gyógyszerkutatás rendkívül fontos. Na de az, ami a szervezetünkben, vagy ami a környezetünkben van, azért talán mégis fontosabb, az egészség mindettől fontosabb, és azt mondanám, hogy ennek következményei vannak. Hát az egyik ilyen lehetőség az aminosavak, ahol a bázikus oldallánc fantasztikus lehetőséget hordoz. Tessék meggondolni, próbálom érzékeltetni a társasággal, hogy a szervezetben sok kémhatásához viszonyítva egy bázikus oldalláncú aminosav milyen lúgos kémhatást tud okozni. Kezdjük a klasszikus, hát a betiltottal. Nem csikisör, hanem nátriumfoszfát, trinátriumfoszfát vagy trisó, amiről azt lehet tudni, hogy eutrofizációt okozott az élővilágban, ezért abba kellett hagyni a használását. És ha megnézzük a kémhatását, azt lehet látni, hogy rendkívül lúgos kémhatású. Egy. Aztán az egyiptomi nők által is alkalmazott szóda, ami fölváltotta állítólag a mosóporokban a trisót, hogy mindegyikben vagy nem, azt célszerű lenne megvizsgálni. És a szóda vizes oldata hasonlóképpen erősen lúgos kémhatású. A színekről nagyon jól lehet látni. És a képen látható arginin következik, ami egy fantasztikus. Tehát az az igazság, hogy az ember, amíg egyetemre járt,
addig a szerves kémiát ugyan tanult, de a természetes szénvegyületekből túl keveset tanult. Ezért az ember megpróbálja magára aggatni icipici cseppekben néhány dolgot, ami ezekből a vegyületekből ér, és én gyakorlatilag talán egy éve vettem tudomásul, amikor először végeztem el a kísérletet, hogy az arginin, hogy egy aminosav bázikus oldallánca milyen lúgos kémhatást tud okozni. Összehasonlítás. Egy csepp még kell bele, hogy azonos legyen a... Tessék szeretni megnézni. Tehát, hogy egy aminosav körülbelül ugyanazt a lúgosságot arginin ne lehetne mosni. Mosószerként lehet, hogy majd egyszer be is fogják vezetni, nem tudom. A lényeg viszont az, hogy ezek szerint ezek az oldalláncok tulajdonságokat, tulajdonságokat lehet ráépíteni egy egyszerű szénláncra, és akkor van a szénvázunk, van a funkciós csoport, és a legkülönbözőbb tulajdonságú LEGO elemeket, vagy funkciós csoportokat tudjuk, ami savbázis tulajdonságot hordoz, redoxi tulajdonságot hordoz, vagy éppen különböző polaritást biztosít. És ennek az lesz a következménye, hogy a funkciós csoportok tulajdonságot adnak, és ha összekapcsolódhatnak ezek a molekulák egymással, már pedig az aminosavak összekapcsolódhatnak, akkor láncra fűző tulajdonság mintázat keletkezik. És ennek óriási jelentősége van, mert megint jön, de ez most már egy másfajta legóépítészet. Mert eddig az volt, hogy egymástól független molekulákból építettünk valamit. Most meg már ezek össze vannak építve, de az egydimenziós láncból, megtévesztés, ez nem szilikoncső nyugalom, ez sokkal izgalmasabb dolog. Megpróbálom megkeresni, hogy melyik hol van. Itt találhatunk egy olyan funkciós csoportot, ami pont ehhez illik, és abban a pillanatban lánczáródás következik be. Ez az első legfontosabb művelet. Aztán a következő lépés, hogy megkeressük ezt a másik két funkciós csoportot, ezek mondjuk hidrogénkötések, amik erősek, és megpróbáljuk összekötni vele, és nem biztos, hogy a legszebb háromdimenziós szerkezetet sikerül ilyen gyorsaságban összehozni, de az egydimenziós szerkezetből pillanatokon belül egy háromdimenziós kristály szerkezetet hoztunk létre, azáltal, hogy a legkülönbözőbb kölcsönhatások segítségével, hiszen tessék meggondolni, egy makromolekula a háromdimenziós térszerkezetében részt vesznek a legkülönbözőbb apoláris kötések, részt vesznek a legkülönbözőbb kovalens kötések, például diszulfidhíd, és részt vesznek a különböző datív jellegű kötések is. Tehát az összes másodlagos meg elsőrendű kötés típus megjelenhet benne. A nagyon primitív polimerekben persze a tapadás a fő. Tessék meggondolni, a polietilén fóliát, ha óvatosan elkezdjük húzni, akkor itt gyakorlatilag azt jelenti, hogy a makromolekulák között csak a disperziós erők hatnak, ezért a teherbírása nagy, mert az összeadódó jellegű, de ugyanakkor ezek a hosszú láncmolekulák rendeződnek, és a rendeződésnek az a következménye, hogy párhuzamosan kinyúlnak, és amíg el nem szakad, addig nem szakad el szénlánc, hanem addig a makromolekulák csak szépen rendeződnek, ez az úgynevezett folya, és nem egyforma minőségű a polietilén fólia, nagyon jól lehetett látni. Ez azt is jelenti, hogy ezért pukkannak ki a teljes zacskók, mert van, ahol erősebb a fólia, van, ahol nem, és itt most megint szerencsénk volt, hogy egészen hosszú folyási szakaszt tudtunk megkülönböztetni. Következő rész, és akkor talán mindenki sejt, hogy hogy megyünk. Mert most meg már jöhet az, hogy eddig csak az volt, hogy makromolekulán belüli intramolekuláris kölcsönhatások. Na de legózhatunk tovább, mert egy ilyen 3D egység, egy másik 3D egységgel, meg egy másik 3D egységgel negyedleges szerkezetet hoz létre. Ez aztán végképp a leggyönyörűbb legóépítkezés. Hát ez már tulajdonképpen ez a dupló játék, tessék meggondolni, hogy már eleve kész elemeket rakunk össze, és abból lesz valami. Hát ez való a kicsi gyerekeknek, mert még nem tudják megtervezni a sok pici elemből fölépíteni, de az most mellékes dolog, számunkra ez már megvan. Tehát ez lenne a dupló makromolekulás egység,
És jön az a terület, ami az előadás volt tulajdonképpen, csak én a másik oldalról közelíteném meg. Én abból közelíteném meg, hogy enzim és szubsztrát kapcsolat, ahol most már egészen biztos, hogy valami kis molekulának kell beférkőzni oda, és a zsebben olyan tulajdonság mintázat van, ami egymásnak éppen komplementere, kiegészítik egymást. Ahhoz, hogy nem csak specifikus, az előadásban érdekes módon nem hangzott el, hanem ráadásul lehet, hogy sztereospecifikus kapcsolat legyen. Mert az még inkább egyedi kapcsolatot tud biztosítani. Hát most ide természetesen nem tudok olyan izgalmas dolgot hozni, mert élő szervezet, itt nem nincs láng, nincs robbanás, mégis valamit mégiscsak lehet csinálni. Hát az egyik tulajdonképpen azt szeretném megmutatni, hogy a benne lévő anyagok tulajdonság mintázata, az mégis hoz valami izgalmas dolgot, hogy a hidrogénperoxidat élesztő sejtek, azok simán elbontják, és nem is a sejtek, hanem a benne lévő NAD, nikotinamid, adenin, dinukleotid, mint oxidálószer, oxidálja, és hoppá, egyből oxigén fejlődik. És a másik nem ekkora érdekességű, de itt van, ahol dolgoznak a sejtecskék, ahol a gomba igazából bontja a cukrot, és belőle széndioxid fejlődik. Ha valakit érdekel, egyrészt megnézheti, én hoztam kést, de annyira lágya tészta, hogy nem valószínű, hogy a buborékos kolloid tésztát meg tudom mutatni rendesen. Teszünk egy kísérletet rá. Hát apró pici buborékos, de szerintem a buborékok látszanak. Tehát látszik, hogy az élesztő dolgozik és fölfújja a tésztát, körbe lehet adni nyugodtan, hogyha gondolják. De hát én úgy gondolnám, hogy ezt a fiatalságnak, főleg a fiatal lányoknak otthon gyakorolni kell. Tehát holnap vagy hétvégén azonnal kell tésztát kell gyártani, és el kell mondani, hogy itt most tulajdonképpen kedves mama és kedves papa, semmi más nem történik, mint legóznak a benne lévő molekulák, hiszen be kell illeszkedni ennek a cukormolekulának a megfelelő enzimbe, hogy átalakítsa, az következő enzimbe, hogy ketté szakítsa, a következő enzimbe, hogy aldehidet gyártson, a következő enzimbe, hogy az aldehidből alkoholt meg széndioxidot. Tehát zseniális játékok játszódnak le. Köszönöm szépen!